az előző három fordulóban két győzelem és egy döntetlen a Puskás mérlege. És megindítja a kontráját a Kecskemét. Horváth Krisztófer 2-1, Batikra vezeti rá, most térnek hátra a többiek. Horváth, ott a harmadik kecskeméti gól. Horváth Krisztófer második gólja és első duplája az NB1-ben. Hát nem véletlenül szúrta ki annak idején a Spal, meg vitte el a Torino, majd aztán ugye kölcsön adta a Debrecennek és most a Kecskemétnek. Banó Szabó, ő az előkészítő, és bizony ez Banó Szabónak a harmadik gólpassza a mérkőzésen. Horváth Krisztófer dupla. Nagyon komoly bajban a Puskás Akadémia. A gyors támadás ismét kifizetődő, egy gyors ellentámadás a labdaszerzést követően.